Gyújtópont. A hírek mindig nálunk kezdődnek. Köszönöm a gyújtópont hallgatóit a mikrofonnál, Király Tamás, és egy különleges beszélgetésünk lesz most. Keresztes Zoltán zeneszerzőt fogjuk kapcsolni, méghozzá nem is akárhonnan, Kínából, Vuamból, mint is, mert ugye másfél évvel ezelőtt a Wuhani tartományban indult el először, vagy ott diagnosztizáltak először koronavírussal fertőzött beteget, hogy mi történik ott másfél évvel később, ez lesz a kérdésünk többek között. Keresztes Zoltán van tehát a vonalban, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Üdvözlöm és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Skype-on keresztül beszélgetünk, és akkor mielőtt még belemennénk a koronavírus részleteibe, azt azért árulj el nekem, hogy Magyarországról hogy köt ki valaki Ivoanban? Hát igen, ez egy, ez egy kalandos történet. Ugye én korábban 2011-ig Magyarországon éltem, és szabadúszó zeneszerzőként dolgoztam akkoriban leginkább színházaknak, illetve különböző médiáknak írtam zenét, és egy sűrű színházi évadot követően jött egy olyan lehetőség, hogy, hogy egy kis friss levegőt szívjak egy brit, óceánjáró óriás hajón, és mivel borzasztóan szeretek utazni és világot látni, éltem az alkalommal. Ott mit csinált, zongorázott, vagy zenélt? Igen, vagy? igen. Ugye egy ilyen 7000 fős óriáshajon több zenekar gondoskodik a vendégek szórakoztatásáról és a főzenekar, ami egy nagy színházteremben játszik, kizárólag magyar zenészekből állt, ami hát egy nagy büszkeséggel töltött el engem, és hát szerintem a kedves zenész kollégáimat is. Ugye a magyar zenészek a világon mindenhol legendásak, és nekem volt olyan szerencsém, hogy egy lehettem közülük ami hát egy hatalmas élmény volt egyébként, világhírű pop énekesekkel, a londoni szóhóból jól ismert musical sztárokkal, zseniális komikusokkal volt szerencsénk egy színpadon játszani. Aztán ugye a szerződésem eredetileg csak egy pár hétre szólt volna, csak egy kis nyári kiruccanás erejéig, de nekem annyira megtetszett ez a millió, ez a, ez a környezet, ahol minden reggel egy másik országban kötöttünk ki, és délutánként ki lehetett menni kicsit világot látni, bebarangolni Európa, illetve hát a, a Karib szigetek tengerparti városait. Annyira megtetszett, hogy amikor a britek a szerződésem lejárt, akkor áthívtak egy, egy, egy angol zenekarba, akkor én boldogan igent mondtam, és végül hónapokig ott maradtam még. Aztán, aztán egy napon, amikor épp a karib tengerben lógattam a lábam, Jött egy üzenet az egyik kedves zenész cimborántól, aki kérdezte, hogy lenne-e kedvem egy szingapúri hatalmas földalatti színházba dolgozni. És hát mondom se kell, sokat ezen nem kellett gondolkodni. Ázsiában még nem voltam, úgyhogy azonnal igent mondtam, és két hónap később már ott is voltam Szingapúrban, ahol eltöltöttem két évet, két szerződéssel. Aztán 2014-ben jött egy meghívás ide Wuhanba, ahol a világ egyik legnagyobb és leglátványosabb színpadi produkcióját készült épp létrehozni a legendás hírű színház csináló Franco Dragon, aki egyébként a Cirque du Soleil egykori társalapítója és főrendezője, Uh, és hát az a megtiszteltetésért, hogy a száz fős nemzetközi alkotógárda egyike lehettem. És akkor tulajdonképpen megérkezett a tartományba. Ilyen sokáig is tervezte, hogy maradt? Tehát az alapból így be volt tervezve, vagy életvitelszerűen ott fog élni? Ha jól szemolok, akkor most már egy jó ideje ott él. Igen, most már ez a hetedik éve, hogy itt élünk. Uh, az első szerződésem az csak három évre szólt, és igazából én nem gondoltam, hogy ez, ez tovább fog tartani. De hát ugye Szingapurban megismertem a páromat, Fifi-t, és igazából ez, 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 ez egy nagyon ideális környezet volt, hogy, hogy itt éljünk egy hosszabb ideig. Úgyhogy ez is volt az oka, meg hát talán az is, hogy hogy úgy gondolták, hogy nélkülözhetetlen vagyok ebben a showban. És hát én én boldogan maradtam. Hmm. Magyarként mennyire alakította át az életét az, hogy egy teljesen más kultúrában kell élnie? És van-e olyan, ami mondjuk hiányzik Magyarországról? Hmm. Igen, hát nagyon sok minden hiányzik, és, és nagyon sok minden ki hiányzik. Ugye zenészként rengeteg barátom, kollégám van, akikkel ezekben az években szinte alig láttuk egymást, de talán ami a legnagyobb hiány az, az, az a család otthoni részének nem látása, illetve hát ugye én elvesztettem a szüleimet ezekben az években, akik szinte együtt mentek el, és hát a legnagyobb fájdalom és a legkomolyabb áldozat az volt, hogy gyakorlatilag utolsó éveikben nem lehettem velük annyit, amennyit szerettem volna. Aztán, hát ami hiányzik, ugye a, a magyar ételek, hát például a piros paprika, <laughs> amit Kínában nem lehet beszerezni. Tehát akkor nem pótolja az édes savanyú? Hát az nem. Mondjuk mi édes savanyút azt nem nagyon eszünk, vagy csak minimálisan, viszont eszünk egy csomó minden mást. Ugye a párom Fifi egy zseniális szakács, és minden nap főz, és nagyon változatosan főz. Érdekes volt, most ez egy közbeékelem, amikor Budapesten jártunk, és elmentünk a kínai, egy-két ilyen kínai étterembe, és hát kevés kivétellel meg volt rökönyödve, hogy mennyire más a, a, az otthoni kínai, gyakorlatilag köszönő viszonyba sincs azzal, ami, ami, hm. amilyen itt az igazi kínai kaja. És hát én, én imádom egyébként, de hát azért néha az ember vágyik egy, egy, egy jó zsíros deszkára hm. hagymával, vagy, vagy piros paprikával, amit szerintem nem ettem már, vagy tíz éve. De visszatérve a kérdésre, a Szingapurban eltöltött két esztendő után én azt gondoltam, hogy, hogy Kínában élni már nem lesz komolyabb kihívás, de de be kell, hogy lássam, tévedtem. Ugye Wuhan a, a földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően az egyik legutolsó nagyvárosa a sorban, amit uh, utolért ez a iszonyat tempóban zajló modernizáció, és uh, hát a nyugati behatás uh, majd teljes hiánya itt, itt nagyon érezhető. A, a népek zöme aludiskolázott, egyszerű, dolgos, nyers munkás ember, különösebb affinitás és érzékenység nélkül művészetekre vagy humán értékekre. És hát a, a kínaiakról keringő kétes viselkedési sztereotípiák, ugye ilyen a nyilvános helyen való krákogás, köpködés, vagy az akárhol dohányzás, tolakodás, és még hát sorolhatnám, mert vannak szebbek. Ezen, ezen a vidéken sokkal inkább észrevehetőbb, mint mondjuk a, a, modern metropoliszokban, Pekingben, Shanghaiban, Hongkongban. És hát ezeket a szokásokat azért a mi fajtánk elég nehezen viseli és fogadja el. De egyébként párom, Fifi is nagyon ki tud akadni, amikor valami ilyesmi számára is rendkívül gusztustalan dolog történik körülöttünk, és egy pillanat alatt előbújul belüli egy ilyen dühös kínai sárkány, és olyan elképesztő vehemenciával hord le nyilvánosan uh, egy uh, a, a gyanútlan uh, delikvenst, hogy, hogy uh, a, tényleg a fal adja a másikat, és én ezeken mindig borzasztóan jót szórakozom, mert mert ugye én külföldiként nem uh, szólhatok egy szót se, nem fejezhetem ki uh, csalódottságomat, mert valami történt, de haza kell, hogy tegyem, hogy számukra is vannak olyan nyugati szokások, amit elfogadhatatlannak tartanak. Ilyen például a a nyilvános helyen történő zsebkendőbe orfújás, majd a zsebkendő zsebre vágása, vagy, vagy, az étel kézből levése például, legyen akár az egy nyeles húsé, vagy egy csirkeszárnyé, ők mindent ugye pálcikával lesznek, nem fogják meg az ételt, és hogyha ilyesmit látnak tőlünk, akkor elég furán néznek. De hát ezek, ezek csak szokásbeli különbségek. Nekem kellett egy, egy kis idő, hogy, hogy ezeket így el tudjam fogadni. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy itt az emberek azért teljesen más környezetben élnek, teljesen más háttérrel rendelkeznek, nem? Tehát... Igen, a kínai az egy teljesen más lélek, mint a nyugati nemzetek. Egészen más normáik vannak, teljesen más a viszonyuk mondjuk az uralkodó rendszerrel, sokkal inkább uh, uh, alávetik magunkat az uralkodó rendszernek, és... Uh, um bíznak a, a, a vezetőkben, tehát ami mondva van, az, az szent és sérthetetlen, nem nagyon kérdőjelezik meg a hitelességét, nincsenek külön vélemények, és egy, ebben a, a, a kultúrában ennek nincs is nagyon hely, pláne a jelenlegi vezetéssel szemben. És igazából ez a fajta vasfegyelem, ami egyébként a kínaiakra olyannyira jellemző, ez Nagyban segített abban, hogy a, a, a vírust már gyakorlatilag legyőzte Kína. És hát ugye nem, nem szabad elfelejteni, hogy, hogy annó semmit nem lehetett szinte tudni erről az egész vírusról, és hát a félelem pedig mindenféle hatósági beavatkozás nélkül otthon tartotta az embereket. Na akkor beszéljünk egy kicsit erről, mert uh, mi Magyarországon a, ugye az első híreket az pontosan arról a, abból a térségből kaptuk, ahol ugye ön is él. Akkor mi még csak ilyen mémek formájában értesültünk a koronavírusra, és egy kicsit talán ebben az időszakban a Wuhan meg a koronavírus között ilyen egyenlőséggel is volt, és akkor voltak ezek a viccek, hogy az AliExpressről nem lehet rendelni semmit, mert akkor megfertőződünk. Akkoriban, ha Magyarország és akár egy kínai embert láttak, már elindultak a, a viccelődések, hogy na biztos ő terjeszti a koronavírus. De milyen volt ez belülről megélni? Mert ha jól értem, akkor ön már a vírus kitörésekor is ott élt, hogy a teljes ismeretlenségből egyszer csak felbukkan egy vírus, ott pont önöknél. Ez, ez mi, mi volt az első tapasztalat, vagy hogy volt ez az egész? Egészen elképesztő élmény volt. Teljesen filmszerű, ilyen szürreális valóság megelevenedése egyik pillanatról a másikra. Ugye a, a bejelentést megelőző napon mi még játszottuk a sót, és majd egyszer csak másnap délután, amikor már mentünk volna dolgozni, akkor volt a bejelentés, ugye ez 20-a 20 vagy 22-e körül, és de és akkor hát, ez már a kezdetektől meg volt, hogy bezárkóztak. Tehát onnantól, hogy kiderült, hogy valami van, akkor tulajdonképpen már is bezárkóztak ott. Nem teljesen, mert ugye, amikor kiderült, hogy valami van, akkor még nem lehetett tudni, hogy pontosan mi. És ugye a január első napjaiban a hatóságok mereven tagadták, hogy ez veszélyes lenne a lakosságra. És hát minden kijélte a mindennapi életét. Nem is nagyon foglalkoztak ezzel a dologgal, ez ott volt valahol a hírek között, de hát ugye azok a számok, amiket közöltek, azok nem adtak igazából okot pánikra vagy félelemre. É, annak ellenére ugye, hogy január első napjaiban történt az az eset, azzal az orvossal, aki ebben a bizonyos kórházban ö, dolgozott és kezelte ezeket a, a megfertőződött betegeket. Ő meg volt győződve róla, hogy ez egy, ez egy új típusú koronavírus, és ezt az informáciát, ezt ugye próbálta megosztani. Ö, aki később meg is halt. Igen, később sajnos. Ö, meghalt, és, és gyakorlatilag a, a vírus elleni küzdelemnek a nemzeti e, ikonjává vált itt Kínába. De akkor elmondhatjuk, hogy az elején, a kezdetekkor mondjuk a kínai állami hírügynökségek nem igazán ö, ö, foglalkoztak ezzel az ügyjel. E, azt nem hiszem, hogy e, ne foglalkoztak volna vele, mert azért ez egy sokkal nagyobb horderejű dolognak tűnt már akkor is. E, a kétségtelen, hogy ott, ott voltak nagyon komoly hibák a, a hatóságok részéről. Ugye három hétig nem történt semmi, semmilyen intézkedés, vagy korlátozás, vagy bejelentés nem történt. A, a mi alatt ez a vírus szabadon ö, ö, vándorolhatott egyik ö, emberről a másikra. Ez nyilvánvalóan, tehát az, hogy nem vizsgálták meg ennek az orvosnak a jelentését, és nem hittek neki, hanem inkább megfenyegették, és álhírterjesztéssel vádolták. Hát igen, ez, ez nehezen elképzelhető egy bármely más országban. De itt, itt azért, a, én, én azt gondolom, hogy én nem Érzek szándékosságot ebben az egészben. Egyszerűen a bürokráciának a, a nagyon bonyolult hierarchikus rendszere, és, és az a borzasztóan hosszú lánc, amíg egy információ eljut a, a beosztottól a főnökig, az Kínában borzasztóan lassan megy, mert egyszerűen a rossz hírt közölni a főnökkel, na az az utolsó dolog, amit tesznek. Tehát, Próbálják mindent helyben megoldani, és ha nem megy, akkor közlik a, a, a főnökkel a rossz hírt. És hát ez e, ugye azért e, van ez, mert egyszerűen a kultúrának a része az, hogy, hogy a beosztottal ilyen nagyon kemény, drákói szigorral kell bánni és a megszégyenüléstől való félelem vezeti arra, hogy ne legyen teljesen egyenes és gyors. De én szándékosságot nem feltételezek senkiről egy, egy, egy ilyen horderejű dologban. Ugye többször felmerült az a kérdés is, hogy most akkor ez a koronavírus, ez egy ottani laboratóriumból szabadult el, vagy valahogy állatokon keresztül terjedt, és semmi köze a laboratóriumnak hozzá. Erről van-e bármilyen információjuk? Hát a kínaiakhoz nagyon kevés információ jut el. Amit nálunk a nyugaton ugye megszoktunk, hogy mindig mindenről tudunk, az Kínára nem igazán jellemző. A kínaiakhoz ilyen széleskörű információk általában nem jutnak el, vagy csak egy, egy, egy nagyon komoly szűrőn keresztül. Ugye a, a kormányzatnak nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy megszépítse a, az információkat, az adatokat a híreket, láttuk ugye ezt például az esetszámokon, láttuk azt is, hogy mindig egy kicsit színesebb, mindig egy kicsit pozitívabb az az üzenet, ami a lakossághoz eljut. De akkor mondjuk arról nem is volt tudomásuk, hogy működik egy ilyen laboratórium ott a városban? Nem hiszem, hát uh -huh. ez egy hatalmas, 11, mások szerint 13 milliós város. Feltételezem, hogy hogy rengeteg olyan intézmény működik, amiről az egyszerű ember egyszerűen nem tud. Uh -huh. Mik voltak ezek a lezárások? Tehát hogy indultak a korlátozások? Január 20-án álltak ki a nyilvánosság elé először, és jelentették be, hogy na most baj van, mi szerint a, a, a vírus a korábbi hiedelmekkel ellentétben emberről emberre terjed, és ezt követően az első korlátozásokat két nappal később már be is vezették, amik főleg utazási korlátozások voltak, tehát lezárták a repteret, a teljes tömegközlekedést, és nem lehetett már elhagyni a várost, illetve a tartományt. Uh -huh. Ezt hogy érték meg az emberek? Alapvetően is érdekelne, hogy mennyire volt előtte pesgő élet Wuhanban, és a korlátozásokat követően lelkileg az emberek hogy viselték mindezt. Azt azért lehet tudni a kínaiakról, hogy egy elég fegyelmezett nép, de hogyan lehetett ezt érzékelni a mindennapokban? Igen, a, a kínai az egy nagyon hűvös lélek, vas fegyelem van és, és teljes bizalom és odaadása az uralkodó hatalom felé, és ezért volt olyan megrázó, amikor egyszer csak a kormányzat kiállt ezzel a bejelentéssel nagy hirtelen, mi szerint van valami a levegőben körülöttünk, ami az életünket veszélyezteti, és ami ellen fogalmuk sincs, hogy hogyan nyújtsanak védelmet. Ez valami egészen ijesztő érzés volt, és és, és hát persze mindenki rettenetesen meg is ijedt, de végeredményben ez a félelem úgy gondolom nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy ö, senki még csak meg sem próbált ellenszegülni a korlátozásoknak. Uh -huh. Az első két hétben még a körzeteken belül lehetett mozogni, le lehetett menni vásárolni, de ugye a kínai holdőjüvi ünnepek kellős közepén jártunk épp, és, és ilyenkor amúgy is az üzletek döntő többsége be van zárva, de mivel a bejelentést követő órákon belül a népek gyakorlatilag kifosztották az üzleteket, így szinte semmit nem lehetett kapni. Kínában sem volt élesztő? Élesztő. Igen, Magyarországon az élesztő fogyott el. Ja, hát Kínában nem nagy divat az élesztő. Az élesztő és a WC papír? A papír az itt is volt hiány, meg a cigaretta. De hát elsősorban a védőfelszerelés az, ami teljesen hiányzott, mert ugye a népek azok a bejelentés követő órákon belül kifosztották az összes online, országos szinten az összes online boltot, és elkezdték ilyen, ilyen 10-20 szoros áron adni a védőfelszerelést. De szerencsére párom nagyon gyorsan elviharzott egy közeli ilyen lerakadba, és ott felvásárolt egy, egy pár száz maszkot, úgyhogy mi megvoltunk egy, egy, egy ideig. Kínában egyébként akkor szintén elmondhatjuk, hogy elfogytak az élelmiszerek, és kisebb fajta válság alakult ki az első napokban? Hogyne. Itt egy komoly élelmiszer hiány volt, főleg itt Wuhanban. Ugye a kínai ez nincs arra felkészülve, hogy betárazzon egy hetekre előre, nem olyan, mint mi, hogy éléskamra van. Ők megveszik szépen a, a napi zöldséget, a húst, a ríst, elkészítik és meg is eszik aznap. A kellős közepén voltunk ugye az ünnepeknek, és hát a, a legtöbb háztartásban volt egy pár napra elegendő élelem, de senki nem volt felkészülve egy, egy, ilyen több hétre, hónapra elegendő készlettel. És hát erre nem volt a, a rendszer sem felkészülve. És hát ez, ez az élelmiszer hiány, ez, ez egy nagyon komoly jelenség volt, ami egy ilyen kb. három hétig tartott, majd a, a kormányzat, miután menesztették a, a tartományi és a város vezetőket, és egy új vezetés jött, ők a sarkukra álltak, és nagyon gyorsan kifejlesztettek egy ilyen mobil applikációt, ami mindenki számára elérhető volt. Egy ilyen nagyon egyszerű élelmiszerrendelő applikáció, ami tökéletesen működött. Itt Wuhanban felvettek a kezdet 6000 ilyen motoros futárt, azokat ellátták a leg biztonságosabbnak vélt védőfelszereléssel, és ugye lezárták a lakóközösségeket, tehát fizikailag nem lehetett elhagyni ezeket, mert hát igazából senkinek nem fordult meg a fejében, hogy, hogy akár a az utcára. De ez azt jelenti, hogy hónapokig mondjuk az emberek a házukból sem mentek ki? hát konkrétan igen, hát én és a kiskutyánk mi nem léptünk ki ide a lépcsőházba se, a bejárati ajtó elé, igen, mert megjelentek olyan videók és olyan híresztelések a közösségi médiákban, hogy vannak olyan kedves lakótársak, akik megfertőződtek és a csalódottságukat próbáltak megosztani a másokkal és másokat bajba sodorni. Szóval voltak ilyen kedves sztorik, Úgyhogy nem igazán próbálkoztunk. Fifi, ő, 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 amikor később már, már le, lement ide a belső udvarba, de mi maradtunk otthon. Ugye ez az első pár hét, ez, ez, ez kaotikus volt, a média nagyon visszafogott volt, de a, a, a szociális háló aktívan működött és annak ellenére, hogy minden ilyen fórum nagyon komoly kontroll alatt áll, egy ilyen sokmilliós megosztós forgalmat egyszerűen nem volt a rendszer képes azonnal kontrollálni. Láttunk videókat a kórházakban, illetve a kórházak előtt kigyózó, kilométeres sorokból kidőlő emberekről. Ugye a kezdet-kezdetén boldog-boldogtalan kórházba ment, aki már egy kis lázat érzett, már pánikszerűen rohant a kórházba, ahol sokszor akár 24 órán keresztül nem jutott be, de ha bejutott is, akkor, akkor még, még hatásos kezelés ugye nem volt. Közben hideg és esős volt az idő, állítólag sokan haltak meg ezekben a sorokban is, Ugyan több mint 400 kórház, klinika, illetve magánrendelő működik Wuhanban, de ezek nagyon gyorsan elérték a kapacitásuk csúcsát, és már nem tudtak új betegeket befogadni. És hát mondanom se kell, hogy ilyen videókat a közmédiában nem lehetett látni. Ugye Kínában csak kizárólag közmédia van, nincsenek független források. Ugye szokták mondani, hogy a kínai nagy tűzfal az Igen. aktívabb, mint valaha. Hát akkor az mondjuk, hogy most beszélhetünk, az kifejezetten csoda a számba megy, nem? Tehát, hogy, hogy zavartalanul tudunk beszélgetni, de például a közösségi média mennyire van jelentett? Mondjuk a TikTokon keresztül mennyire tudtak megosztani élményeket? Az összes kínai közösségi applikációban sok információt tudtak megosztani, mert a hatóságoknak mindig kell egy kis idő, hogy elemezzék, ugye nem tudnak azonnal reagálni, vagy olyan szűrőket nem tudnak applikálni, hogy, hogy egy üzenet el se legyen küldve. Persze vannak ilyenek is, de ez, ez olyan hirtelen jött, meg hát én úgy gondolom, hogy a hatóságok azok el voltak foglalva azzal, hogy, hogy, a szituációt kezeljék. És egyébként ilyenkor nincs az, hogy mondjuk valaki a TikTokra kiposztol valamit, és akkor megjelennek a rendőrök, és elviszik álhírterjesztés, de, vagy rémhírterjesztés miatt? De, 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 hogy nem, de hogy nem. Hogy ne. De ehhez is kell idő. idő. És, és ugye ha már jött egy, egy üzenet, egy videóval, akkor az villámgyorsan terjedt szét a teljes lakosságon belül. És hát az borzasztó nehéz dolog. És hát ha bár állítólag több százezrek dolgoznak ebbe az állami gépezetben, de egy ilyen... Multimilliós ö, forgalmat egyszer nem tudtak azonnal kontrollálni. És ezt egyébként mennyire látta be a nagy testvér? Tehát, hogy ö, ö, folyamatosan azért próbálták azt mutatni, hogy minden rendben van, és új, újra lesznek a helyzetem, vagy azért gyakoroltak önkritikát, mert ugye ön is mondta, hogy például volt egy pont, amikor leváltották a városnak a vezetőségét. Ez egyébként egész pozitívnak tűnik így elsőre. Igen, ugye a tartományi vezetőkről az derült ki, vagy legalábbis azt az üzenetet sugalták, hogy hát nagyon lassan reagáltak. És ugye, tehát hogy jobban megértsük a, a, a kínai hierarchikus rendszert, itt az információk nagyon lassan jutnak el a főnökön keresztül a vezetőkig. Mert Pontosan ez a megszégyenülés, ez az, amit ők el akarnak kerülni. Egy beosztottnak a rémálma, hogy rossz hírt közöljön a felettessel. És a lánc az borzasztóan hosszú. És mindig a késleltetés az, az egy nagyon ö, jelenlevő dolog a kínaiban. Tehát, hogyha van valami rossz dolog, akkor próbálják helyben megoldani, és amikor már nem tudják, akkor avatják be a felettest. Tehát nincs egy ilyen, egy, egyfajta társadalmi közösségvállalás, vagy felelősségvállalás, hogy na itt most van egy probléma, és ez most mindenkit érint, nem csak a város nem csak az országot, de a világot. Ilyenfajta gondolkodás nem igazán jellemző a kínaiakra. Visszatérve a járványkezelésre, mikor lehet azt mondani, hogy már stabilizálódott a helyzet, és mondjuk önök ott élők is úgy érezték, hogy kezdenek a különböző hatóságok, meg a társadalom is urrá lenni a káoszon? Az első dolog, ami, amit mi érzékeltünk, hogy a hatóságok jelen vannak, amikor az élelmiszer hiányra reagáltak egy ilyen átfogó, teljes lakosságra kiterjedő programmal, ugye ezek a, a, nagyon szigorú korlátozások önmagukban, tehát ilyet nem lehetett látni sehol máshol a világon, hogy, hogy az emberek egyszerűen nem hagyhatják el az otthonaikat. Ilyen, ilyet nem láttunk később se a világon. És igazából ez, ez volt a legfontosabb, amit ők, a legfontosabb intézkedés, amit meghozhattak a hatóságok, mert ez volt az, ami végül azt eredményezte, hogy nagyon rövid idő alatt, vagy viszonylag a világ többi részéhez képest rövid idő alatt ez a vírus, ez gyakorlatilag eltávozott a, nem csak a tartományból, de most már az országból is. Mikor jött el ez a pont? Hát Wuhan április 8-án nyitott meg részlegesen, még nagyon szigorú biztonsági korlátozások voltak érvényben, tehát ugye a maszkviselés az, az a mai napig kötelező, és Megmondom őszintén, hogy a, a wuhan azok nagyon fegyelmezettek, és és a továbbra is annak ellenére, hogy az egész országban e, szinte nincsenek esetek, éppen ma a reggel néztem meg, hogy 181 esetről tudunk, de azok is kontroll alatt állnak. Tehát április 8 után mi nem tapasztaltunk semmiféle e, vírusos eseteket, nem, nem is hallottunk róla. Tehát akkor ott nem úgy volt, hogy jött a harmadik, meg a második, meg a nem tudom hányadik hullám? Nem, nem. Itt, itt egy hullám volt, illetve az ország többi részein, főleg Észak-Kínában, ezen a Harbin nevű vidéken, meg voltak tartományok, Sánkhájban is volt, nem régen egyébként, ahol már a mutánsnak egy formá is megjelent, de ez igazából nem volt több, mint egy-két eset. És mivel ugye a külföldiek azok most már egy éve nem léphetnek be az országba, csak egészen speciális engedélyekkel, és három hét karantén kell letölteniük itt egy ötsilagos szállodába önköltségen, úgyhogy a, a, a Kínába való utazás az nem túl népszerű manapság. Hm. Akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a maszkviselés szabályait leszámítva ugyanolyan az élet most, mint volt a vírus előtt? Tökéletesen ugyanolyan. Itt, itt már nagyon régóta visszatért az élet a normál kerékvágásba. De érdekes? Tehát akkor járhatnak moziba, szórakozó helyekre, ö, nincsenek ilyen tömeges megbetegedések, és minden olyan, mint régen. Így van. Akkor elmondhat egyébként, hogy az igazán jó védekezés az mégiscsak ez a vas és hogy ugye a beszélgetés elején is említette, hogy pontosan a társadalmi és kulturális szokások miatt és a kínai szabálykövetés miatt ez most előnyre vált, és azzal, hogy tényleg sikerült bezárkóznia a, társadalom többségének hosszú időre, azzal tulajdonképpen a nullára lehetett csökkenteni a fertőzés veszét. Hát nagyon úgy tűnik, igen. Ugye hozzá kell tenni, hogy, hogy Kínának a legnagyobb, a lakosság legnagyobb 90-95%-a zárt lakóközösségekben él, amik fizikailag falakkal vannak lezárva. Tehát ezeket még ha akarták volna, akkor se tudták volna elhagyni. Ezek, ezek a lakóközösségek vagy kommunák saját rezidenciával rendelkeznek, saját mini rendőrséggel, kertészekkel. Tehát ez egy ilyen kisebb városka, aminek saját irodája van és saját kontroll alatt áll. Tehát ezeket a, a közösségeket nem lehetett elhagyni fizikailag. Tehát ezt Magyarországon például nem lehetne megcsinálni, mert nyilvánvalóan kikészülnének az emberek. Én sehol máshol nem tudom elképzelni. Nincs ez a fajta kiépítettség. Uh -huh. Tehát ott itt, itt, ha át akarok vágni egy lakótömbön, mondjuk, azt meg kell kerülnöm. Itt, itt ugye nincs olyan, hogy, hogy elmegyünk a házak között. Itt hatalmas blokkok vannak, ilyen gettószerűen, és tényleg Tély, az állat idején ezekbe a lakóközösségekből seki sebe nem lehetett menni. De ahogy említettem korábban, senki meg se próbálta megszegni ezeket a, a korlátozásokat. Egyszerűen a félelem tartotta otthon az embereket. Ugye most már megjelent a védőoltás, ilyet például kapnak? Uh, Sokáig én nem is tudtam róla. Múlt héten érdeklődtem a, a konzoli főosztályon, akik egyébként borzasztóan kedvesek voltak a, az állat idején, és megkerestek személyesen többször is. És hát ugye ki akartak melekíteni a, a hét vagy nyolcad magammal, mert ugye nyolcan voltunk regisztrált magyarok a, a tartományban. És Hát én borzasztóan hálás vagyok a, a, a konzuli osztálynak, mert borzasztóan kedvesek voltak, és többször visszahívtak. Azokta Valószínűleg is hazahozta volna a külügyminisztérium, nem? Hogyne, hogyne, háromszor is volt ilyen, hogy, hogy volt egy francia gép, akkor volt egy, egy, egy ilyen-olyan gép, most pontosan nem emlékszem, hogy milyen országban EU-s gépek voltak, és mindig megkerestek és megkérdezték, hogy biztos vagyok benne, mert nem biztos, hogy lesz egy következő alkalom erre. És azóta is egyébként ilyen pár hetente... Megkeresnek, felhívnak, hogy minden oké, jó vagyunk, és már volt szerencsék találkozni személyesen is itt, Wuhanban. De visszatérve a kérdése a védőoltásról, a konzuli osztáról tájékoztattak, hogy az oltás az már Kínában is megkezdődött, ugyan nincs rá olyan égető szükség jelen pillanatban, mert olyan szinten zárt az ország, hogy nem nagyon engednek be külföldről senkit. De megkezdődött már az óvodáskorúak, illetve az idős betegek és a, a veszélyeztetett csoportnak az oltása, én itt még nem hallottam semmit a, 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 a színháztól se, ahol dolgozom, onnan se jött még semmiféle információ, hogy mi be kéne legyünk oltva. De hát ha jól értesültem, akkor a, a teljes lakosságot be fogják oltani, csak gondolom időkérdése. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk, és megmondom őszintén, én valami teljesen más beszámolóra számítottam. Azt gondoltam, hogy, hogy ott még mindig azért nagy a küzdelem, meg oké, okay, persze, már lehet mozogni, de azért még mindig vannak fertőzöttek, és nem gondoltam volna, hogy ennyire sikerült lenni a víruson. Úgyhogy tényleg egy teljesen más aspektust mondott most el nekünk, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük szépen a beszélgetést! Én köszönöm szépen a megkeresést!